ér, tehát egy nagyon, nagyon szép városról van szó, de hát Békésen a legalacsonyabb a fizetések, úgyhogy nem emeltük egy árakat, tényleg egy mozi egy áráért be lehet jönni egy színház előadásra, még külföldre is. Egyébként egy olyan 25 ezeren nézik meg az előadásainkat, de abban benne vannak az ingyenes előadások is, tehát egy olyan 9-10 ezer jegyet tudunk eladni egy évben. Sajnos az idén is úgy látjuk, hogy folytatódik a tendencia, nem csak Gyulán, hanem a szegedi és a kisvárdai kőszegi kollégáim is mind azt mondják, hogy az emberek nem veszik meg a jegyet előre, csak az előadás előtt döntenek egy-két nappal a jegyvásárlásban. Visszaesett mindent az előfoglalás. Amikor az előadások vannak, akkor megtelnek azért a nézőterek, de nekünk színházosok meg eléggé, hogy mondjam, rizikós ez a történet, úgyhogy mi jobban szeretjük, ha már előre látjuk, hogy milyenek a foglalások. Úgyhogy mi is bízunk a jó időben, és reméljük, hogy a divar az délután 2 és 4 között fog lecsapni, és utána pedig este egy kellemes hűvösben játszunk. De ez a szóról